nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai rendezvényünkön, a Középpontban a Nő című programon. Hölgyeim, boldog napot kívánok! Megtanított arra, hogy nekem nem problémáim vannak innentől kezdve, hanem megoldatlan feladataim. És hogyha ezt az ember be tudja építeni az életébe, és ezt tudja alkalmazni a hétköznapjaiba, valami egyszerűbbé válik minden. Érezték a férfiak, hogy ennek a fiatal nőnek tartása van. Vagy érezték azt a nagyjából 3 méter sugarú kört, amit belül én voltam, és ők tudták, hogy itt nincs mit keresni, nincs mit popsira csapni, nincs mit. Ezt így egy tiszteletnek. Hát nézd, ezt a tiszteletet azt gondolom mindig a nőnek kell magának. Tehát ebben a MeToo forradalomban is azt gondolom, hogy azért, és most bocsánat, ha valaki másképp gondolja, én így gondolom, azt gondolom, hogy rajtunk nőkön is múlik, hogy ki, hogy próbálkozik nálunk. Valamelyikőtök elmegy egy ilyen kozmetikába, minimum egy arccsiszolást kérjen, ahol lecsiszolják, egy ilyen nagyon gyémántfejes csiszolót nevezzük, olyan, mint egy smirgépapír, gyönyörűen lecsiszolja az elhalt hámréteget, hogy ne abba az elhalt hámrétekbe, ami körülbelül 1-2 nap múlva esik, ne abba töltsük már bele a hatóanyagot. A fogyókúrában találták meg azt, hogy oké, szeretnék befogyni, megoldom ezt a problémámat, és akkor a többi problémámat is meg fogom oldani.